A hegymászást utánzó mászófal volt az egyik legnépszerűbb szórakozási lehetőség a gyerekek körében a Szálkai falunapon. A közel 10 méter magas függőleges akadálypályát voltak, akik egymás után többször is megmászták. Én azt szoktam csinálni, hogy az ilyen bemélyedésben kapaszkodok le, nem pedig ebbe a ilyenbe, mert itt lecsúszik a kezed. Itt a lábat kell föltenni. Néhány méterrel arrébb népi hangszereket és játékokat készítettek azok, akik már eleget sportoltak. A gyerekek itt olyan különleges hangkeltő eszközökkel ismerkedhettek meg, mint a nádi hegedű, vagy például a japán keserűfűből készült tutora. Ami az alföldi ember számára a zúzoló, tehát ugyanarról a hangszerről van szó. A Kárpát-medencében volt ilyen népi együttes is, aki ennek a hangszernek a nevét viselte, Ferenc János, Tolna megyében élt valaha, és az ő együttese a tutora nevet viselte. A Szálkai falunap szervezői a felnőttekre is gondoltak. A szekszárdi Balassa János kórházban működő egészségfejlesztési iroda munkatársai egész délután ingyenes szűrésekkel várták a programokra kilátogatókat. Lehet vércukrot, lehet testösszetételt, ahogy voltunk különböző falunapokon, erre volt a legnagyobb igény. Aztán lehet szénmonoxidot, aki dohányos. Ilyeneket lehet, de ki lehet próbálni a részek szemüveget a kábítószer kapcsán, hogy érjük, van egy kábítószer szemüvegünk, ezek vannak a tarsolyunkban. Szálkán a helyi falunapot szervezők évek óta nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a programjaik kifejezetten a helyi közösségnek szóljanak. Azt mondják, ez azért fontos, mert ezáltal is szeretnék hangsúlyozni a településre jellemző nyugodt üdülőfalu jelleget. Olyan kívánság és elvárás is lenne, hogy a fesztiválok útján ugye egy nagyobb hírnevet, és minél több ember jön ide, ugyanakkor meg úgy gondoljuk, hogy sokan azért jönnek ide, hogy a nyugalmat és a csendet keresik. Tehát ez egy kettős elvárás, amiben hát megpróbálnánk valahol egyensúlyt teremteni. A Szálkai falunapon a családoknak szóló rendezvények mellett színpadi produkciók váltották egymást, kora este pedig a település önkormányzata által adományozott elismerések átadására került sor.